Magyarországon az emberek túl sokat dolgoznak, túl kevés pénzért. Az elmúlt években világossá vált, hogy Magyarországon dolgozók az európai átlaghoz hasonlatos teljesítményt nyújtanak, fizetésük mégis jóval elmarad az Európai Uniós átlagtól. Azt is lehet látni az elmúlt 5 évben, hogy a kormány bérpolitikája a csókosoknak, a nekik kedvezőknek, a kinevezetteknek és a barátoknak szól. A felső 10 000 kormánya nem vette figyelemben, hogy azok, akik Magyarországot szolgálják nap mint nap, lassan olyan helyzetben vannak, mint azok, akikért nap mint nap dolgoznak. A szociális ágazatban egy szociális dolgozó nettó 83 ezer forintért végzi el azt a munkát, miközben akivel foglalkozik, sincs jobb körülmények között, mint ő maga. A Magyar Szocialista Párt ezért 2015-ben fizetésemelést követel az egészségügyben dolgozó ápolóknak, a pedagógusoknak, a közigazgatásban dolgozóknak, katonáknak, rendőröknek. Mindenki, aki arra esküdött föl, hogy szakmájával azt a hivatást választja, hogy a magyar államot képviseli. A Magyar Szocialista Párt elkötelezett a nettó 100 ezer forintos minimálbérben, és a mai gazdasági növekedés és a költségvetés helyzete egyaránt lehetővé teszi, hogy átlag 50%-os béremelésre kerüljön sor úgy, hogy senki ne keressen 150 ezer forintnál kevesebbet. Ez egy nettó összeg. Ma minden feltétel adott, hogy ez a kormány, hogyha akarná, akkor ezt megvalósíthatná. Tehát nem a gazdaság helyzetével, hanem a Fidesz-KDNP kormánnyal van a probléma. A rezsicsökkentés és az ígérgetett életpálya modellek valójában csak a szinten tartáshoz elegendőek. Föl kell tenni a kérdést, kijönnek-e a fizetésükből az emberek? Úgy érzik-e, hogy a munkájukért kapott fizetésből képesek havonta működtetni a családjukat? Meggyőződésünk, hogy a válasz döntő többsége az, hogy nem képes. 2002 óta nem volt figyelem mindazokra, akik ezeken a szociális, oktatási, egészségügyi vagy védelmi közigazgatási területen dolgoztak. Ezért fizetésemelést 2015-ben, itt és most, ez nem a kormányzatnak egy választható alternatívája, hanem maga a valóság. Erről kell beszélni Magyarországon, mert ez ma Magyarország egyik, hanem legnagyobb kihívása.